A már jól megszokott gyermekelőadások és koncertek színesítik az adventi forgatagot a belvárosban. Újdonság azonban, hogy a Himerház nagyobb szerephez jut. Iparművészeti vásárnak, kézműves foglalkozásnak is helyt ad az intézmény. A város egyik büszkesége, egyik ékköve, a városvezetőség számára is fontos, hogy ezt a fehérváriak is magukénak érezzék. Úgyhogy ennél jobb helyszínt a beltéri programokra nem is találhatnánk. Az adventi vásárban ismételten helyet kap a szeretett házikó. Az önkormányzat idén is több millió forinttal szeretné támogatni a rászoruló szervezeteket. Cserpakovics András a lakosságot arra buzdítja, ki, amivel tud, járuljon hozzá ahhoz, hogy másoknak is szép karácsonya lehessen. Bízom benne, hogy nem a város nem marad egyedül, az önkormányzat nem marad egyedül, hanem ugyanúgy, mint az előző években nagyon sokan fognak csatlakozni ehhez a lehetőséghez, és gondolni karácsonyra való felkészülés közepette másokra is, és adni is másoknak. A püspökség udvara idén is várja a székesfehérváriakat. Jászollal, karácsonyi vásárral készülnek, és természetesen nem maradhat el majd szombatonként az adventi gyertyagyújtás sem. Ebben az évben a színházzal közösen verses CD-t adnak ki. A bevételt jótékony célra ajánlják fel. Lehetőséget tudunk nyújtani arra is, hogy vásároljanak megfelelő ajándékokat, és arra is, hogy tudjanak adakozni, amit az előző években is nagyon szépen megtapasztaltunk, és jelentős mértékben tudtunk segíteni intézményeket, rászorulókat, éppen az adventi udvarban összegyűjtött adományokkal. A szervezők azt is elárulták, hogy az adventi fényár is megújul. A programok egyébként a város honlapján tekinthetőek meg.